A tanaszia aukciók előtt rendeztük ezt most meg. Az aukció az júniusban lesz, ez egy olyan kiállítás, ami már második, itt a közelmúltban egyébítottunk, sikeresen vezettünk a decemberit, és azt is Gábor az ACB Galéria tulajdonosával rendeztük. Tehát minden tárgy a helyszínen megvásárolható. Mindig az aukciós házak a aukciós anyagok keresztül ítélődnek meg, sokszor a nyilvánosságban, ahol sír a szakma a újságírók, ahol tudósítanak. De Magyarországon az aukciós ház és a galéria egyben van, tehát belelátni a mi napi tevékenységünkbe ez a kiállítás alkalmas, amire csináltuk egy katalógus, ami több mint 400 oldal, és közel 60 tanulmány van benne. Két kiállítás, a Kiszeba Galéria ezekben a termekben mutatja az anyagát, másik háromban pedig az ACB Galériának egy külön sajátos új korszakot nyitó kiállítás füzére van. Mi például azt mondták, hogy Munkácsitól szintén romáig a kortársakot válogatunk. A legkisebbek keresztes Zsófiának a munkái, ez a három szobor, ugye ő az, aki a jövő évben Magyarországot a Velence Biennálén képviselni fogja, és már fiatalkor ellenére szerepel ebbe a válogatásban, nemzetközi 100 legígéretesebb szobrász között ott van Zsufnak a életüve és munkájában az, amit már eddig letett az asztalra. Fantasztikus, azt gondolom, hogy a jövőben nagy sikerek állnak előtte, és örülök, hogy itt bemutatja, és illetően Gáborék is fogják segíteni a jövőben az ő útját. És számtalan érdekesség van arra, hogy a Péter fogom megkérni, hogy művészettörténész pozícióban mondjanak képekről, műtárgyakról, így pár mondatot, amiben műtárgy és a történelem is egy ilyen tárgy, amit az asztalomban találkozik. De szerintem előtte Gábor, hogyha te mondanád, te kiáltásod ennek Gábor.